Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Pál apostol Korintusba írott első levele, első részének 18. verséből szól hozzánk Isten igéje, mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk a üdvözülünk, Istennek ereje. Milyen volt az a város, Korintus, ahová Pál apostol írta levelét, és ahová, amikor elment, nem a bölcselkedés filozófiával, eszmefuttatásokkal, hanem a keresztről szóló beszéddel érkezett. A város bár gazdag volt, de erkölcsi fertőben, romlottságban, feslettségben élte az életét Isten nélkül. Az akkori világban egy közmondás szállt szájról szájra, amely negatív tartalmat hordozott, korintusi módon élni. Azt jelentette ez, hogy romlottságban, iszákosságban, feslettségben, paráznaságban, bűnben élni. Pál apostol ebbe a városba érkezik, és megírja a levelében később, hogy nagy szorongások között érkezett oda. Mit keres ő itt? Mit kell elmondania? Hogy fogják majd hallgatni az evangéliumot? Hogyan reagálnak majd rá? De belekapaszkodott Isten igéjébe, hogy meg fog adatni abban az órában, mit kell mondania. És Pál megérkezik Korintusba, és kinyitja a száját szólásra, és jön belőle a keresztről szóló beszéd. És azt mondja, lehet, hogy sok embernek ez megdöbbentő, nem ezt várták, valami extrát szeretnének hallani, de nem tudok másról, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről beszélni. Mert nincsen más örömhír, nincsen más evangélium, csak a keresztről szóló beszéd. Azt akarja Isten, azt bízta rá, hogy az örömhír hirdettessék Korintusban, Gyulán, meg szerte a világon, mert mindenkinek erre van szüksége. A kereszt evangéliuma tehát Isten mentő eszköze minden ember számára. Sokan nem tudják még ezt, ezért kell minden módon a televízión keresztül is hirdetetni ennek, mert tetszett Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés által juttassa hitre az embereket, és tartsa meg a hívőket. Isten kegyelméből tapasztaljuk meg az ének gazdagságát, boldogságnak napja süt rám, jóság fény jár utamon, a keresztfa ragyogásán fényesebb lesz szép napom. Amen.